Nevelt rabló. Karel Csapek meséje alapján írta Svoboda Róbert. Macskám, szaporán! Már látom a Trutnovi templomtorony csúcsát. És nem szeretnék utolsónak érkezni a Trutnovi vásárba, mert akkor az asszonyok bizony mástól fognak vásznat menni, és nem tőlem. Pedig te is nagyon jól tudod, lovacskám, hogy az én vásznam milyen. No? Hát a legfinomabb, a legelnyűhetetlenebb, és a legfehérebb, igaz? Az enyém még teátri vásznánál is jobb. Aztán azért sem ártana sietni, lovacskám, mert tudod, ezen a környéken garázzálkodik a híret Latorrandó, a gonosz és mindenkinél kegyetlenebb úton álló. Tudod, mekkora rabló bandája van? Tudod, mennyibe kerül, ha 21 haramiát, 50 tolvajt, 30 zsebmetszőt és 200 felbújtott csempészt, valamint orgazdát kell eltartania? Ó! Nehogy azt hitte, jámbor állat, hogy a véreskező Latorrandó megkegyelmezne nekünk, pláne ha tudná, micsoda értékes portékát visz a kocsim Trutnovba. Mert ha csak két pénzt kérek érte rőfönként, és te nagyon jól tudod, lovacskám, hogy még többet is megadnak érte. Szóval, ha két pénzt kérek, akkor az 80x200, mínusz helypénz. Aztán attól is függ, mennyien lesznek, meg hogy nem fog-e esni. Egy szó, mint száz, nagyon sok pénz van ebben a vászonban. Nagyon sok pénz. Állj! Pénzt vagy életet! Te jó ég, ez egy hegyi óriás. Még Jáhelka úrnál is magasabb vagy két fejjel is, legalább 20 kiló van nehezebb. És micsoda szakálla van? Még a járási főerdész úr sem ennyire szőrös. Elég! Mert... Nem a személy leírásomra vagyok kíváncsi. Struccomban úgyis minden utca sarkon kiragasztották, úgyhogy bármikor elolvashatom. Helyesebben elolvashatnám, ha el tudnám olvasni. Mi minden utca sarkon? Jaj nekem, ez Latorrandó. Na végre, leesett a tantusz, te csúszómászó. Igen. Hanem a pénzzel mi van? Hol a pénz? Vagy élet? Igen, igen, értem, persze, az életemet, azt, hogy úgy mondjam, nem szívesen adnám, viszont a pénz, kérem, hát nem, az nincsen. Egy garas sem. Egy fél krajcár sem. Áru sem. Semmi. Szegény ember vagyok én. Szóval semmi. Semmi. Csak úgy utazgatunk. Kirándulgatunk. Igen. Trutnovba megyünk. Pont a vásárnapján. És nem viszünk semmi. Se pénzt, se pusztót. Na csipész le a kocsiról! Majd én megnézem, miben utazol. Cserépedény! Nézd eskalát!
finom fehér vászon. Jaj, nekem. Úgy, ahogy mondod, most meglátod, mit tesz Latorandó azzal, aki be akarta csapni. Add ide a kabátodat. Ne. De. És a csizmádat. Jaj, a csizmád ne. De. Ne. Meg a kucsmádat. Már csak ing van rajtam. Meg fogok fázni. Az ostorodat is ad ide. Fázol? Akkor fussál! Jaj, segítsen! Mert lekésed a trutnovi vásár. És még örülhetsz, hogy nem szúrtalak le. Hogy nem lőttelek agyon. Hogy nem csináltam belőled csalabádét! Azért nagy gazember vagyok én. Fiúk! Gyorsan ide mindenki! Megjött a felnőtt! Itt a felnőtt! Lekarlandó hazajött! Hozott valami felnőtt! Micsoda kérdés! Láttatok már engem üres kézzel jönni? Na látjátok! Ezért vittem valamire. Ezért vagyok én... A környék legmenőbb és leggazdagabb rablóbanda vezére. Helyes a válasz. Mert én minden lovagnál, hercegnél, sőt némelyik gyárosnál is gazdagabb vagyok. És miért? Mert 100 kilométeres körzetben nincsen másik rabló. Azért van. A Marsovi úton is galázdálkodik egy magányos becsár. De az hozzám képest... Kis Miska! Helyet! Drága barátaim, tekintve, hogy ilyen nagyon jól megy a bolt, elhatároztam, hogy tanítatni fogom a fiamat. Leendő utódomat. Kerül, amibe kerül. 1-2 ezres nem kell sajnálni, és elvégre megengedhetem magamnak, épp elég kincset kapartam össze verejtékes munkával. Úgy van! Én csak egy vén faragatlan rabló vagyok, de azt akarom, hogy a fiamnak grófok előtt se kelljen szégyenkeznie, mert ha egyszer úr lesz, úri modora is legyen. Totum, factum, punctum! Még ma elviszem a Brumavi kolostorba. Testvéreim, nyugalom, ez az izgatott szaladgálás nem méltó a bencéslet hagyományaihoz. Majd magam nyitok ajtót. Angyel Isten, jó napot, atyám! Ugye ez itt a Brumovi kolostor? Igen, fiam, igen. E szerény hajléban bencés szerzetesek szorgoskodnak, akik különféle tudományok művelésének szentelik életüket. Mondd, mit kívánsz, fiam? Ez az, tisztelendő ura, a tudomány, épp ezért jöttem. Fölöttébb dicséretes, fiam, bár kisé meglepő, hogy a te korodban nagyobb tudásra szomjúhozol. Igaz, a jó pap holtig tanul, hát arról, hogy így elnézlek, fiam, alig ha lehetsz pap. Hát, szó, ami szó, nem éppen, atyám, de hagyjuk, hiszen nem is rólam van szó, hanem a fiamról. Hol vagy? Mutasd magad! Igen, papa. Szóval... Úgy gondoltam, atyám, nem ártana egy kicsit megnevelnék ezt a gyereket. Igen, papa. Kocs! Tudja, nálunk a hegyekben friss a levegő, meg minden, de azért elviselkedni nem igen tudunk. Hát igen. És én azt szeretném, ha ez a fiú megtanulna rendesen enni. Késsel,
villával. Aha, aha. Zsebkendőbe orrot fújni, meg németül, meg franciál, hogy tudja azt mondani, hogy picsőn, meg zsavuzom, na, mit hát, tudom én, ugye? Igen, ez a természet. Továbbá tudjon zongorázni és táncolni. Balonészt, meg francia négyest, és mit tudom én, ha? Mit tudom én, hát szóval mindent, ami illik, és ahogyan illik. Igen. Amikor úriember is gavallé valaki. Értem? Ő nyugodt lehetsz, fiam, gyermeked a legjobb kezekbe kerül. Hát akkor én nyugodt vagyok, atyám. Persze, még egy kis elintéznivaló azért akad, fiam. Igen. Gyermeked ugye már nem csak okulni fog nálunk, hanem enni is... Ruhát koptatni is. A pénz! Na, a pénz! Ha, legyen nyugodt, atyám! Nem felejtettem el? Nagyon jól tudom, hogy nem olcsó mulatság felnevelni egy ilyen kis csirkefogót. Hoztam is egy zsák tallért, Louis d'Or, vénát, forintos piacért, rúpiát, rúgat, fedetát, Napóleon, kinit silinget, aranyrögöt, holland guldet és garast, hogy úgy tartsák itt a fiamat, mint egy gróf palántát. Remélem, kikupálódik a gyerek. Igen. Adjö! Isten áldjon, fiam! Na, mondd szépen utánam, fiam. Bittesőn. Hogyan? Bittesőn. Nem, jó. Csicserítve, szépen, elegánsan. Bitesű. Igen, ez az. És most egy nehezebb mondat jön, jól figyelj. Bitte Nemenzi Platz. Na mondd csak szépen. Bitte Nemenzi Platz. Nem. Bitte Nemenzi Platz. Nemenzi. Ha pedig egy finom, úri kisasszonnyal találkozunk, nem azt mondjuk neki, hogy hűha, de jól nézel ki. Nem. Azt mondjuk, vous êtes très charmant. Ismételj csak, fiam. Vous êtes très charmant. Fizettél a sárban? Nem fizetett, nem sár, hanem charmant. Vous êtes très charmant. Fizette sámány. Vizet, de nekem. Na, jól van, édes fiam. Próbáljuk meg szépen, lassan, nyugodtan. Igen. Figyelj. Vous êtes très charmant. Vous êtes Trusland. Most pedig leveszed a kalapodat. De úgy, ahogyan a legfinomabb spanyol grandok szokták. Jobb kezed három ujjával megfogod a karimát. Aha, jó, jól csinálod. És most lerántjuk elegánsan, kis ívben jobbra, és nagy ívben balra. Lefelé, még lejjebb hajolás, pukedli. Jó, jól csinálod, nagyon jó. Jaj, hát nem szabad megbotlani. Na, és most vissza az alapállásba. Amadeusz atya, kifújhatnám az orromat. Egy pillanat, fiam. Az orrfújást még nem vettük át. Orrot fújni, az nem könnyű, mert nem trombitálunk ám. Az orrfújás nem harsona szó, nem mennydörgés, nem szarvasbőgés, és nem is autótülkölés. No, nézd, milyen finom csipkés zsebkendőd van. Ez csak amolyan halk, mondhatnám, rokokó stílusú orrfújás illik, amely úgy szól, mint a fuvola, mint a pánsíp, legfeljebb, mint egy méhecske zümmögése, úgyhogy
Kicsit finomabban, na? Na? Még finomabban? Még finomabban? Bitte schön. Je vous aime. Jó. Avec plaisir. Nehmen Sie Platz. Nagyon jó. Eintritt verboten. Igen. Qu'est-ce que cela? S'il vous plaît. Herr Schmidt geht in die Fabrik. Igen. Látom, szépen haladsz, fiam. Már idejét sem tudom, mikor volt ilyen szorgalmas növendékünk. Tanulj csak, Latorrandó, tanulj, hogy atyád büszke lehessen rád. Micsoda motorbalanság? Mintha megverom. Finoman tessék kopogni! Nyugalom, testvéreim! Ez az eszeveszett rohangászás nem méltó a bencés rend hagyományaihoz. Majd magam nyitok ajtót. Mit kívánsz, jó ember? Csókolom. Igen? Hát, itt volnék már, mint igen? A fiatal Latorrandó úrért. Hogy? Az öreg, vagyis a főnök, mármint itt az a fiatal Latorrandó úr faterja, azt üzeni, hogy hamarosan földobja a... Hogy? Azaz, hogy halálán van. Édesapám! Na is, most kérem, az a helyzet, hogy azt mondta nekem már, mint az öreg. Ide figyelj, Borzas Vince, nyergel fel a leggyorsabb paripát, és nyomás a bencésekhez, mert én azt a rostot még utoljára látni szeretném. Édesapám. Nem beszélve arról, azt mondja, hogy át is kell adnom neki a céget. Hát ő az egyetlen örökösöm. Szóval... Ezt mondta nekem az öreg Latorrandó. És én most hazaviszem a fiút. Értem. Apát, atya! Légy erős, ifjú Latorrandó! És bár nehezemre esik a búcsúzás, nem tudok mást mondani, mint azt, hogy siess. Siess, fiam, apádnak szüksége van rád utolsó óráiban, de ne felejts el bennünket. Ég veled, fiam! Na végre, Vince, hol voltál ennyi ideig te? Te lassított csika? Hozod a fiamat? Hozod? Drága látos atyám, bár még sok hosszú évvel ajándékozná meg az ég fele barátainak határtalan örömére és minden utódjának kimondhatatlan büszkeségére, várjál, az én drága jó atyámnak, aki... Várjál, kisfiam, várjál! Én még ma a pokol kapujánál fogok kopogni, és nem érek rá kusza beszédet hallgatni. Eleinte azt hittem, elég nagy vagyont hagyok rád, hogy munkanélkül is megélj belőle. Tehát a fene enné meg. El se tudod képzelni, milyen rosszul fizet mostanában a szakmánk. Ó, atyám, sejtelmem sem volt, hogy szűkölkedik. Na, ezt kap ki. Tudod, reumás vagyok, és nem vagyok már képes túl messzire menni a barlangtól. Azok a minden hájjal megkent kereskedők viszont az utóbbi időben elkerülik a közeli utakat. Legfőbb ideje, hogy egy tehetséges fiatal átvegye a cég. Drága atyám, esküszöm a világ mindenségre, hogy én folytatom a munkáját. Készségesen és becsületesen fogom végezni, és minden ügyfélhez a lehető legbarátságosabb leszek. Hát, nem tudom, jót fog-e tenni az üzletnek, ha... Nagyon barátságos leszel. Én azt csináltam, hogy csak azokat szúrtam le, akik túl sokat ugráltak meg, védekezni akartak. De bókolni, fiam, senkinek sem bókoltam. Tudod, valahogy nem illik hozzá a szakmához. De atyám,
Mi a szakmája? Hát, rabló vagyok. Voltam. Atyám! Ó, atyám! Latorrandó úr. Főnök. Most én nem azért mondom, de hát az a helyzet, hogy már az utolsó szem kaja is elfogyott. Hiába, 3 napig csak ülünk, és bábolunk, a munka megáll. Ha tetszik, ha nem, neki kell látni a melónak, különben felkopik az állunk. Drága szánsegédem, igazán nincs más kiút. Hát persze, hogy nincs. Hát most már nem a papoknál vagyunk. Itt senki nem fog nekünk ezüsttálcán töltött galambokat hozni. Jó, mondogatta annak idején az apja, Isten nyugosztalja, mindig azt mondta nekem, borzas vince, jegyez meg, te akasztófa virág, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. Ezért munkára fel! És aki 10 évig a szerzeteseknél nevelkedett, az könnyen túljár minden fuvaros meg kereskedő eszén. Hát, ha másképp nem megy, kiállok az országútra. De lovaskám, szaporán! Már látom a Trutnovi templom torony csúcsát. És kár lenne, ha a gyönyörű vásznammal utolsónak érkeznék a Trutnovi vásárba. Kellemes, derűs, szép jó napot adjon az Isten. Ó, micsoda finom modorú elegáns úrhoz van szerencsém. Alá szolgálja, fiatalember. Engedelmével, tisztelt úr. Remélem, nem zavarom kegyelmedet. Ó, dehogy, dehogy zavar. Persze nem bánnám, hogy is mondjam, közölni, mivel szolgálhatok. Hogyne. Könyörgöm, a legalázatosabban kérem uraságodat, ígérje meg, hogy nem fog megijedni. Nocsa. Én ugyanis rabló vagyok. A félelmetes Latorrandó engedelmével. Na hát, ki hitte volna? Szóval kollégák vagyunk. Hogy? Mert hogy én szintén rabló vagyok. Én vagyok a Koszteleci Beretvás János. Biztosan hallott már rólam. Sajnos eddig még nem volt alkalmam és szerencsém találkozni a becses nevével. Ennek bizonyára az az oka, hogy csak ma kezdtem meg működésemet. Ugyanis most vettem át a megboldogult édesapám vállalatát. Vagy úgy? Az öreg Latorrandói. Igen. Hiába! A Latorrandói és társai az egy régi, jól bevezetett cég. Rendkívül jó hírű vállalkozás, Latorrandó úr. Fogadja szívből jövő jó kívánságaimat. De meg kell jegyeznem, én kevelbeli barátja voltam a néha édesapjának, Isten nyugosztalja. Múltkorában épp összefutottunk, és az öreg Latorrandó azt mondja nekem, ide hallgass, Beretvás János. Ha már egyszer szomszédok vagyunk, meg kollégák is, osszuk el békességben egymás között ezt a vidéket. Ez az út itten Kosztelettől Trutnovig a tiéd lesz. Itt csak te rabolhatsz. Ó, ezer bocsánat, én nyomorult betolakodó, esküszöm, fogalmam sem volt róla, hogy idegen területre merészkedtem. Kimondhatatlanul sajnálom, hogy betettem ide a lábam. Na, most az egyszer nem fogunk belőle ügyet csinálni. Persze, édesapja azt is mondta, hogy ide figyelj, Beretvás János, egyezünk meg abban, hogyha embereim közül valaki, akár csak fél lábbal átlépi a körzetet határát, elvehetett tőle a pisztolyát, a sapkáját, sőt a kabátját is. Ezt mondta a vénrabló, és készfogással meg is pecsételtük ezt az egyességet. Amennyiben így áll a dolog, kénytelen vagyok a legalázatosabban megkérni uraságodat, hogy fogadja el tőlem eme gyöngyházzal kirakott értékes pisztolyt, továbbá a valódi afrikai structollal díszített spanyol barettemet, valamint a legjobb angol bársonyból készített kabátomat. Fogadja el, kérem, mindezeket emlékül, valamint a legmélyebb tiszteletem és a kegyelmetnek általam okozott kellemetlenség miatti határtalan sajnálatom jeléül. Jól van, nem bánom. Adja ide is, és megbocsátok magának. De vigyázzon, fiatal úr, hogy többé meg ne lássam itt. Isten vele, Latorrandó úr! Ég áldja, nemes lelkű és atyai szívű uram!
Kocsitalom aztán! Sziter! Fiúk! Gyorsan ide, mindenki megjött a főnök! Tudta vezér! La Torrando megjött! Hozott valamit, főnök? Nem. Nem hoztam semmit, drága barátaim. Viszont egy áldott jó emberrel találkoztam, úgyhogy a lelkem gazdagabb lett tőle. Barátaim! Kedves munkatársaim, mit tehettem volna, ha Beretvás János megegyezett apámmal? Megáll az eszem, Istenem, mit vétettünk, hogy ilyen banda vezért szültél ránk? Beretvás János vászonnal kereskedik, és minden évben legalább egyszer ki szoktuk fosztani. Nem szabad mindenkinek bedőlnie, senkinek sem szabad bedőlnie. Akit meglát, egyszerűen leszúrja, utolsó fillérig kirabolja és kész. Nincs kecmet. Mert kecmetszel nem viszi semmire. Úgy van! Állj! Mélységesen sajnálom, tisztelt uram, de le kell, hogy szúrjam. S bármennyire kellemetlen, meg kell kérnem, hogy amilyen gyorsan csak lehet, készüljön a halálra. Segítség! Rabló! Most mit tegyek? Hogy ússzam ezt meg? Nos, uram, felkészült? Felkészült a halálra! Hát, hogy is mondjam, egy kis baj van, Rabló úr. Magának nagyon sürgős ez a leszúrás. Tessék, hogy is mondjam, azt hiszem nem értem pontosan, hogy kérdésével hová szándékozik kiukadni. Hát éppen ez az, hogy nem szeretnék kiukadni. Azaz arról van szó, hogy nem messze van egy kocsma. És én három, írdés mond, három arannyal tartozom az ottani kocsmárosnak. Igen, Rabló úr, nem tudnék nyugodtan meghalni, ha előbb nem fizetem vissza a tartozásomat. Forognék a sírba. Ne, ezt ne. Kérem, drága úr, ne tessék könnyezni. Biztosíthatom, hogy teljesen együtt érzek kegyelmeddel. De most akkor mit tegyünk? Éppen abban a kocsmába igyekeztem. Tudja mit, Rabló úr? Igen? Kösse oda hátra a lovát a kocsimhoz. Üljön fel mellém a bakra, és elmegyünk együtt. Majd miután visszaadtam a kocsmárosnak a három aranyat, tegye, ami a kötelessége. Szúrjon le. Köszönöm. Hálásan köszönöm. Kegyelmed olyan megértő. Hát igen. Az ember sosem tudhatja, hol és mikor kell búcsút venni az életét. Kérem, nagyon kérem, ne beszéljük most erről. Ne nehezítse meg az amúgy is keserős dolgomat. Már így is majd elsüllyedek a szégyentől, ha arra gondolok, mennyi gondot okozok uraságodnak. Ha megengedi, most törni fogom egy kicsit a fejemet, milyen ajándékkal jutalmazzam meg, mielőtt, ugye, leszúrom. Nos kérem, itt volnánk. Ez az a kocsma. Várjon meg itt, rögtön jövök. Hé, emberek! Emberek, hol vagytok? Adjátok ott a sört és gyorsan utánam! Mindenki! Fogtam egy úton állót! Terjétek meg! Na de kérem, adjon! Nekem itt dolgom van, egy ügyfelemet várom, jaj! Ne tessék! Le kell szúrnom egy ügyfelemet! Jaj! 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 Segítség! Megtámadták a rablót! Segítség! Jaj, de megvertek. Összetörték az összes csontomat. Végem van. Még az a szerencse, hogy bármennyire lassú az észjárás a főnök, legalább gyors a lába. Ebben megmondtam. Így jár az, aki túl sokat babrál az ügyfelekkel. Semmi kecmez, csak isz és kész. Legfeljebb annyit szabad mondani, hogy fel a kezekkel, ember! Rabló vagyok!
kezekkel, ember? Rabló vagyok! Micsoda? Mit mond? Rabló! Hallod-e, asszony? Ez az ember azt mondja, hogy rabló! Te! Antikrisztus! Te alamuszi alak, te betyár, te bandita, te burzsúj, te bukszafosztogató, te cápa, te csórómester, te csőcselék, te csúnya csürhés, te dadaista, te darabont, te destruktív démon, te devla, te embertelen elem, te elvetemül, te felháborító fenevad, te góliá, te gazember, te garamba fráter, te hóhér, te hiéna, te herciás, te hernyó, te siketlen, te indián, te Elnézést kérek, fogalmam sem volt róla, hogy egy hölgy is ül a kocsiban. Te még ez... mennyire, hogy ül? Te jasz, te Júdás, te Káin, te kaktusz, te kanibál, te kapszabekár, te lusta, te líj, te lógos, te lucifer, te mocskos, te mászirál, te mamlasz, te mándrus, te masztodon, mit merészelsz? Rendes és becsületes embereket akarsz kirabolni! Ezer bocsánat, drága hölgyem, hogy megijesztettem. Tovább, ma, madame, s'il vous plaît, nem ért úztassék haragodni. Biztosítottam, hogy mélyen és őszintén sajnálom, amit mind a magam, mind a... Nem, mert még azt mondom neked, hogy népírtó vagy, meg ne ter, neveletlen, nyeglen, nyomorult, orgyilkos, orcátlan, orangután, parazita, pacuha, paták, pénzéhes, pancser, rendbontó, radiátus, rusnyarovar, sátán, sehonai, silány, selejt, skorpió, szatrapa, szalámi pusztító, szeskavágó, szélhámos, szellemtelen, szelindek, tolvaj, tatár, tekintély romboló, telhetetlen tigris, és mondok... Nem bírom tovább! Vérszívó, vámpír, vandál, veszőzni való varjú, zavaros tekintetű, zabolátlan zátojás, zamarc zöldség, zupás modorú, zsebmetsző, zsebrát, minek kertelni, főnök? Ez így nem fog menni. A banda már teljesen feloszlott, a cég csődbe ment, de csak én maradtam itt magával. Nem tudom, miért hagyott itt mindenki. Lehet, hogy nem voltam velük elég udvarjas? Fári, főnök. Itt érdekelnek a körmondatok, ha üres a gyomra. Mind a tolvajok, mind a csempészek és orgazdák inkább becsületes munkára adták a fejüket. Pedig úgy igyekeztem. Hát ritka nagy balfácám módjára tud viselkedni. Pedig hogy mondta az öreg Latorando békeporaira? Azt mondta mindig nekem, Borzas Vince, jegyez meg jól, ez a fiú a jövők záloga. Hát, szép kis jövő, mondhatom. De mit csináltam rosszul? Ami kérdezi, hát például a múlt héten az a fiatal kis hercegnő. Na? Nem emlékszik? Ahelyett, hogy kifosztotta volna a hintaját, maga beléje szeretett. És mit hozott haza? Egy parfümös zsebkendőt. De a kölni illatával nem lehet jól lakni. Vagy 3 nappal ezelőtt az a hentes. Ellopta tőle a tehenét? Ha? Nem lopta el, még 12 aranyat adott neki. Mert azt mondta az a szegény hentes, hogy 12 szomorú szemű éhes gyermek várja haza. Persze, ha nem tudna ennek a henteknek nem csak, hogy gyereke, de még macskája sincse. Szóval főnök, amint mondtam, minek kertelni. Én is új állást néztem, és meg is kaptam már. Holnaptól a Hronovi malomban dolgozom. Itt hagyott. Már ő is. Egyedül maradtam. Éhes vagyok, fázom. Ha megtámadok valakit az úton, mindig azt hiszem, hogy már elértem célomat. Már sikerült. De mindig közben jön valami. Mindenkit megsajnálok. Segíteni akarok. De rajtam ki segít? Talán apát atya. A Brumovi kolostorban.
Szóval te, fiam, megígérted apádnak, hogy tovább műveled a rabló mesterségét. Meg is esküdtem, apád atyám. Csak, hogy engem udvariasságra neveltek meg jóságra. Én senkit sem tudok akarata ellenére megölni és kifosztani. Nehéz ügy, fiam. Fölöttébb dicsérendő, hogy udvarias és jószívű vagy mindenkivel, de rabló nem lehetsz. Egyrészt azért, mert az halálos bűn. Másrészt azért, mert nem értesz hozzá. De, hogy ne kelljen megszegned az apád előtte esküdet, továbbra is kizsebelheted az embereket, ám teljesen törvényesen. Tudok itt nem messze egy hidat. A híd fönn áll egy kis fülke, és úgy tudom, épp keresnek valakit, aki beülne ebbe a fülkébe, és szedné a hídpénzt. A hídpénzt? Igen. Aki át akar kelni a hídon, annak fizetnie kell. Te kilépsz a fülkéből, és mindenkitől 2 krajcárt fogsz kérni. És díjbeszedőként olyan finom modorú lehetsz, és olyan udvarias, ahogy csak tetszik. Ne félj semmit, fiam. Majd én kilevelezem a járási hatóságokkal. Biztos vagyok benne, hogy megkapod ezt az állást. Igazán gyönyörű kódexgyűjteménye van az Upicei plébános úrnak, de hát nem maradhattam nála tovább, lassan este lesz. Ideje hazatérni. Hoppá, egy híd. Ha nem tévedek, ez az a híd. Igen, ennél a hídnál az a kedves fiú Latorrandó szedi a hídpénzt. Vajon megismere még? 2 krajcár lesz. Ó, igen, azonnal. Mindjárt előveszem a pénzt. Na, mi lesz már? Meddig kell még várnom? Rég elő kellett volna készíteni a pénzt, ha úgy is tudja, hogy perkálni fog, nem? Sajnos nincs apróm. Jó ember, fel tudna váltani nekem egy bankot? A macska rúgja meg. Ha nincs 2 krajcárja, akkor minek tolja ide a képét? Na de... Vagy miért nincs 2 krajcárja, ha hát akar menni a hídon? Nem szórakozunk. Majd megkapom a krajcárokat, vagy tőlem vissza is mehet. Jaj, Latorrandó, kedves fiam. Hát nem ismersz meg. Hová lett az udvarias modorod? Ja, tényleg. Na? A tisztelendő úr. Úgy van. Igen. Na, ne csodálkozzon, hogy már nem vagyok udvarias. Vagy talán látott már maga olyan hídpénzszedőt, díjbeszedőt, számlást, vagy végrehajtót, aki ne lett volna egy kicsit mogorva, rideg, kimért és barátságtalan. Szent igaz, fiam. Olyat még sosem látott senki. És így lesz az udvarias rablóból udvariatlan állami alkalmazat. Aki bármit csinál, mindig úgy csinálja, mint ha valami óriási szívességet tenne. És minden különösebb ok nélkül rá is förmed gyakran az emberre. Mondd, Latorrandó, biztos, hogy ennek így kell lennie? Nem is tudom, tisztelendő úr. Azt hiszem, másképp is lehetne. Ugye, fiam? Vous avez raison, atyám. Hát igen. De ketmet nincs. Ide azt a pénzt, és tűnjön el! Rabló. Karel Csapek meséje alapján írta Svoboda Róbert. A szereposztás a következő volt. Latorrandó, a vén rabló vezér, Vajda László. Ifjú Latorrandó, a fia, Rudolf Péter. A vászonkereskedő Suka Sándor. Apát, Kaló Flórián. Vince, Horváth Sándor. Asszony, Berek Kati.
Közreműködött Beregi Péter, Gruber Hugo, Somodi Kálmán, Szabó Otto, Versényi László, valamint az Arany János Színház stúdiósai. A felvételt Németh Zoltán és Bolla Zsolt készítette. Zenei munkatárs Török Etel. A rendező munkatársa Meszéna Marian. Dramaturg Szabó Éva. Rendezte Dobai Vilmos.